A Városháza dísztermében közel 30 oldtájmán rajongó társaságában köszöntötték fel a 100. születésnapját ünneplő Fodor Kálmánnét. Városunk polgármestere, valamint Deák Lajosné önkormányzati képviselő és a Polszki Fiat Klub tagjai közösen ünnepelték a veterán rajongó Edit nénit. Az ajándékozás sem maradhatott el, Cserpalkovics András a miniszterelnöki emléknapot is átadta. Különleges, hogy ez itt a Városházánk dísztermében történik meg, és közösségek veszik körül, akár egykori tanítványok, akár a Polszki Fiat Klubnak a tagjai, akikhez ő szorosan és régóta tartozik, és családja. És ez a szerető közösség érződik rajta, mosolygos, jókedvű, és jól érzi magát. Fodor Kálmánné 1924. május 8-án született Székesfehérváron, és itt is végezte el a tanítóképzőt. Majd Délvidékre vezényelték tanítani. Később bár kissé nehézkesen, de visszaköltözött Fejér megyébe. 1953-ban itt is ment férjhez, majd 4 évvel később megszületett lányuk is, aki szintén az Edit nevet kapta. 1972-ben újra szerelmes lett, ugyanis ebben az évben vásárolta meg máig féltve őrzött gépjárművét, egy Fiat Polszki 125-öt a Merkurnál. Családjával gyakran jártak a Tihanyban megrendezett Polszki Fiat találkozóra, ám 1995-től férje halála után az autó sokáig egészen 2018-ig használaton kívül volt, ekkor újra levizsgáztatták és oldtimer rendszámot kapott. Azóta pedig Edit néni ismét rendszeres résztvevője a Polszki Fiat találkozóknak. A szüleimnek köszönhetem, akik a világra hoztak, mert olyan egészséges szervezetet ajándékoztak nekem, amikor még a civis dobog, ez ennyi idő után még tudok levegőt venni, még tudok táplálkozni. A köszöntés után az ünnepség a Bányató étteremben folytatódott, ahová az egyesület tagjai oldtimer autókból álló konvojjal vonultak át.